A báli sminkekre inkább jellemző a hangsúlyosság, az erősség dominál, és idén nagyon hódítanak a csillámok, a különböző glitterek, flitterek, szóval nyugodtan nyúljunk a csillámokhoz, és bátran használhatjuk. Fontos a bőrtónushoz és a bőrszínhez a megfelelő alapozó választása, ez az első lépés. Ezután lefixáljuk az alapozót porpúderrel vagy kőpúderrel, én inkább használom a porpúder változatot. Jobban fixál és mattít is, és nem tömíti el a pórusokat. Arcunk meghatározó része a szemöldök, ne hanyagoljuk el ezt sem, használjunk hozzá különböző szemöldök porokat, és fedevégű ecsetet, ezzel a kettővel nagyon szépen, tökéletesen íveltre tudjuk formálni a szemöldökünket. Következő lépés a szemünk hangsúlyozása, használhatunk fekete szemhéjpúdert, csoki barnát, ugye minél sötétebb, annál jobban dominál a báli szezonban, úgyhogy ne féljünk a sötét erősebb színektől. Ugye említettem, hogy használhatunk csillámokat, különböző pezsgőszíneket, vajszínt, hangsúlyozhatjuk a vízvonalunkat is fehér színnel, illetve feketével, attól függ, hogy mennyire akarjuk erősre a sminkünket. Bátran nyúlhatunk a műszempillák felé, és használhatunk soros, illetve tincses műszempillát. Arcsontunkat hangsúlyozzuk arcpirrel, és idén elengedhetetlen a highlighter, amit az arcpirünk fölé viszünk fel, és amivel kiemeljük az arcsontunkat. Ha hangsúlyos szemsmink mellett döntünk, akkor válasszunk inkább visszafogottabb rúst. Nyugodtan nyúlhatunk különböző májva színekhez, világosabb rózsaszín színekhez. Ne feledkezzünk meg sminkük fixálásáról sem, hiszen ettől lesz igazán tartós és egész éjjel tündökölhetünk. Remélem hasznos tanácsokkal tudtam szolgálni. Sziasztok!